Idősebb Tóth Viktorról nevezték el a Katonatelepi Sport és Szabadidő Centrumot. Agyimen diplomás gépészmérnök, okleveles gazdasági mérnök, sportvezető, Katonatelep és a megye elismert személyisége idén márciusban hunyt el 90. életévében. Szombaton a leleplezéssel összehangolva adták át az új kosárlabda pályát, melynek létrejöttét Viktor bácsi kezdeményezte. Az eseményen dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő köszöntötte az egybegyűlteket. Amit az élete során tett munkát, az most visszaigazolódik, illetve amit Katonatelepet tett, az szintén visszaigazolódik, illetve hogy Kecskemét, illetve Bács-Kiskun megyeiben, akik kosárlabdaban fontos személyiségek, akik mondtam itt a kosárlabda edzőket, ők is megjelentek, két kosárlabda klub szintén itt van velünk. Én ez úgy gondolom, hogy mindenképp azt jelzi, hogy méltó nevet adunk ennek a sportpályának. Idősebb Tóth Viktor fia megköszönte, hogy édesapjáról nevezték el a sportcentrumot. Aki megismerte édesmát, tudta nagyon jól, hogy ha ő valamit a fejébe vesz, az általában több-kevésbé sikerül, és eléggé konokul, kitartóan, nem tudom, elég jól fogalmazok egyről, hogy folyamatosan piszkálva az illetőket, hogy csináljátok már, de mindig a jó ügy érdekében tette ezt. Ifjú Tóth Viktor a Kecskeméti Kosárlabda Klub elnökeként azt mondta, a most átadott kosárlabda pálya másik felét is megcsinálják 2023-ban. Idősebb Tóth Viktorról barátként emlékezett meg Kecskemét alpolgármestere Falu György, azt mondta, Viktor bácsi volt az, aki folyamatosan forszírozta a centrum létrejöttét, de minden település részt érintő ügyben központi szereplő volt. Ez az ember fantasztikus volt. Gyakorlatilag az óvodától kezdve az újságon át a katonatelepi közügyek megalakításával ő egy olyan ember volt, hogy Katonatelep lakossága összetelti a kezét, hogy ilyen emberek élnek, mint Viktor. Ádám József, a Bács-Kiskun megyei Kosárlabda Szövetség ügyvezetője elmondta, hogy idősebb Tóth Viktor sportág stratégiai, sportág történelmi szempontból is rendkívül ikonikus egyéniség volt. A rendszerváltást követően ő volt az első megyei kosárlabda szövetségi elnök, és példás fegyelemmel és sportági aggódással vezényelte le a szövetségi struktúra átalakulását. Stratégiai szempontból ez a pálya is jól szemlélteti az országos törekvéseket, illetőleg Viktor bácsi munkásságát, hiszen nagyon komoly erőfeszítések árán sikerült ezt a szabadtéri pályát, kosárlabda pályát létrehozni, amiben neki nagyon komoly szervező munkája volt. Ádám József elmondta, 3-3 elleni játékot fontos népszerűsíteni, ugyanis egyre komolyabb esélye van Magyarországnak, hogy kijusson az olimpiára ebben a szakágban. A kosárlabda pálya, a Bács-Kiskun megyei Kosárlabda Szövetség, a Katonatelepi Sportegyesület, valamint a Kecskeméti Önkormányzat összefogásának köszönhetően jött létre.